Gazdasági kérdésekkel folytatjuk. Orbán Viktor miniszterelnök meghirdette a gazdasági semlegesség politikáját. A kelettel és a nyugattal is gazdasági kapcsolatot kell fenntartani. A kelet felfelé, a nyugat pedig lefelé tart, állítja a kormány, erre alapozza a stratégiáját. A kérdés az, hogy mindennek mi az alapja, vagy van-e reális alapja. Itt van Molnár László, a GKI vezérigazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó, köszönöm szépen! Láttam egy grafikát önöktől, sőt kettőt is. Ez a két grafika vagy grafikon, mintha cáfolná azt, hogy a nyugat hanyatlik, a kelet pedig jön felfelé. Így van, tehát itt egy statisztikai ilyen anomália van. Ha valakinek nagyon alacsony a szintje, tehát mondjuk 10, a másiké meg 100, akkor az egy, mondjuk egy 10%-os növekedés az egyiknél 1 pont növekedés jelent, a másiknál 10 pontot. Tehát valójában nominálisan egyre távolabb kerülnek egymástól. Itt is ugyanez a helyzet. Tehát az, hogy Kínának korábban egyébként viszonylag gyors növekedése volt, most ugye ilyen 5% körüli növekedése van, ez nem alapozza meg azt a fölzárkózást, amit Kínában terveznek. Tehát ha megnézzük, hogy ténylegesen hogy alakul a kínai egyfőító GDP, akkor körülbelül a magyar szintet kezdik el utolérni. Tehát még körülbelül ott vannak, ahol mi vagyunk, és a fejlett világ az még itt fényévekre van. Tehát ezért az, hogy az valaha is utolérje, tehát akár csak egyfőre jutóan is ezeket a mutatókat, úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon távoli jövőbe veszik. Az elmúlt 13-15 évben az látszik, hogy míg az inflációt kiszűrve az európai és a magyar GDP 5000 euróval, 5000 dollárral nőtt, addig az amerikai 16000-rel nőtt, a kínai pedig 6500-al, tehát jól láthatóan ez a növekedési szám az amerikaiaknál sokkal nagyobb, mint a kínaiaknál. Egyébként ezt a kínaiak is tudják, tehát ez nem egy újdonság. Viszont akkor az Európai Unió gyengélkedése az valamelyest mégiscsak reális. Így van, tehát az abban az értelemben reális, hogy az Unióban ugye legelsőnek azért a valutaválság, tehát amikor ugye Görögországgal a problémák voltak, meg Olaszország a Portugáliával ugye 12 környékén, akkor volt egy nagy visszaesés az európai gazdaságban, majd a Covid miatt is volt egy nagy visszaesés, és persze vannak problémák az Unióban, amelyet azért tegyük hozzá a magyar kormány is nagy előszeretettel gerjeszt. Igaz, egy érdekes kérdés, hogy a versenyképességi paktumot éppen egy olyan ország próbálja nyílbe ütni, mint az Európai Unió soros elnöke, azaz Magyarország, amely versenyképességben eléggé hátul kullog. Ettől még lehetünk jó tanárok? Hát nem csak, hogy hátul kullog, hanem valójában a növekedési ütem is rendkívül lassú. Tehát most megnéztük, a magyar termelékenység, az egyfőre jutó hozzáadott érték, az 2010 és 2023 között 18%-kal nőtt, az Unióban 30%-kal, de például Svédországban 50%-kal, de Lengyelországban is 40 fölött. Ami azt jelenti, hogy azért nem az van, hogy az Unió maga versenyképtelen, hanem vannak versenyképtelen államok, és vannak a másik oldalon nagyon versenyképes államok, csak nem ezeket a modelleket vesszük át, vagy az Unió országainak többsége nem ezen a modellen próbál elindulni, ahol a svédek, a lengyelek, vagy akár a hollandok egyébként. Azt mondja Orbán Viktor, hogy 10 év múlva a legeket már mind keleten fogják sorolni a világgazdaságban. Ezt ön szerint mire alapozza a miniszterelnök? Hát például a legnagyobb ingatlanválság most Kínában van, tehát azért biztos vannak olyan legek is, amik nem a pozitív legek közé fog tartozni. Az, hogy Kínában elértek a stagflációból szépen lassan, tehát hogy az árak már csökkennek, és nem tudnak vele mit kezdeni, az szintén egy leg, mert ugye ma már az a világ maradék részén legalább infláció van, a Kínában pedig csökkennek az árak. Ennek minden negatív hatása, ugye ezt Japánban lehetett látni, hogy az elmúlt 15 évben szinte semmilyen gazdasági növekedés nem volt, mert árak csökkenése miatt a lakosság elhalasztotta a vásárlásait, és ha holnap olcsóbb lesz a valamilyen áru, mint ma, akkor megveszem holnap olcsóbban. Tehát, hogy emiatt volt egy ilyen viszonylag alacsony gazdasági növekedés, és ez most úgy tűnik, hogy Kína is bejutott abba a elméleti problémába, amit úgy hívnak, hogy a közepes jövedelem csapdája. Tehát, ha van egy viszonylag olcsó erőforrása, mint a munkaerő, és azt nagy tömegben tudom beállítani a piacra, akkor egy ideig gyorsan nő a gazdaság, ugye ez az extenzív növekedés, ugye ezt régen még így hívtuk. Majd, amikor már mindenki foglalkoztatva, vagy többé-kevésbé mindenki foglalkoztatva van, akkor eljutunk arra a szintre, hogy már nem tudok újabb erőforrás bevonni,
a bérek növekednek, már nem is annyira versenyképes a kínai termelés, tehát most már ők is már kiszervezik egyébként Ázsia maradék országaiba azokat a termeléseket, például a könnyűipari termelést, ami már nem éri meg Kínában termelni, ami egy idő után fölveti a kérdést, hogy akkor tulajdonképpen milyen versenyelőnye van már Kínának a többiekhez képest. És ez az, amiben ugye lépni kéne, a Kína is egyébként nagy lépéseket tesz az irányban, hogy próbálja a K+F-et, a magas hozzáadott értékű termelést helyben tartani, tehát Kínában növelni, ezért a diplomások száma ott is ugrásszerűen nő. Tehát míg Magyarországon pedig pont egy ellentétes politika látszik, mintha mi mindenképpen a kétkezi munkások számát szeretnénk bővíteni a jövőben. Miről szólhat ön szerint valójában ez a gazdasági semlegesség, tekintettel arra, hogy nem kizárólagos keleti nyitást emleget a kormányzat, hanem hogy mindenkivel üzleteljünk. Tehát ez ilyen észszerűnek hangzik. Hát hogyne, ez nagyon észszerű, csak az a baj, hogy nem igaz. Tehát ha végignézzük azt, hogy mondjuk az elmúlt 20 évben, mióta az unióhoz csatlakoztunk, az unió részesedése a magyar exportból gyakorlatilag 80% környékén van. Közben, ha emlékszünk rá, volt arab nyitás, volt afrikai nyitás, volt amerikai nyitás, már dél-amerikai. Volt BRICS államok, már volt, de most éppen most keletre nézünk, tehát mindig valahova néztünk, de közben ezekben a policykban voltak magyar kereskedőházak, akiknek ugye az volt a szerep, hogy növekedjen a magyar export nem uniós tagállamokból. Elköltöttünk rájuk egy csomó pénzt, majd utána azt látjuk, hogy gyakorlatilag semmi nem változik, azért az egy intőjel, hogy valószínűleg ez nem így működik. Európának egyébként mekkora esélye van arra, hogy felpörögjön is, mert azért jönnek a hírek, hogy az autógyártás megzuhant, problémák vannak a Kínával vívott gazdasági háborúban, nem biztos, hogy nyerésre állunk. Ugye itt mindig az a probléma, hogy a propaganda meg a valóság azért eltér egymástól. Persze nyilván Magyarországon azt halljuk, hogy mi vesztésre állunk, mert hogy itt akkor irgumburgum van itt az uniónak, mert ugye ez gyenge és a Kína meg erős. De nem így van. A kínaiaknak fontos az uniós piac, hiszen a Kína GDP-jének egy nagyon nagy része export, míg az unióban meg a belső export jelentős. Tehát az, hogy a magyarok exportálnak a németeknek, a lengyelek a németeknek, a franciák a németeknek, meg viszont. Tehát emiatt a belső piac sokkal jelentősebb, mint a unió maga és a külső piac. Tehát mondjuk az Amerika és a Ázsia. De ezen belül is az unió és Amerika közötti kereskedelem azért legalább olyan súlyú, mint az unió és az Ázsia közötti kereskedelem. Tehát azért azt is látni kell. Tehát az, hogy az uniónak problémái vannak, az nem azt jelenti, hogy az unió az mondjuk hanyatlana. Az csak annyit jelent, hogy részben van egy belső probléma, hogy vannak fejletlen államok, mint például Magyarország, akiket megpróbál az unió fölhúzni minél jobban az unió átlagára, ezáltal egyébként bővítve a piacot is. Hát ha többet keresnek az emberek, akkor nyilván több árut, szolgáltatást tudnak megvenni, tehát az unió többi vállalata számára is piacot jelentene ez. Molnár László, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.